Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, E3 2018 végre elindult, és az EA konferenciája volt úgymond a nem hivatalos megnyitója, és íme egy másik nagy elefánt, amire én nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, és követem, amióta először felbukkant a hírekben, és ez az Anthem. Nos, azt kell mondjam, hogy ez a játék nagyon sanyarú sorson ment keresztül azért. Hát nem tudom, hogy miért pontosan mi történt a BioWare-nél, amitől konkrétan eme játék fejlesztése alatt a BioWare legjobb emberei mentek el a cégtől, köztük például a lead, a fő írója ennek a játéknak, konkrétan a fő fejlesztője ennek a játéknak, az igazgató. Tehát egyszerűen mindenki elment a játékfejlesztés alatt, és hát valószínűleg nem voltak túl boldogok az EA-nek a politikája alatt, és a Mass Effect kevésbé sikeressége miatt, úgyhogy sok változáson ment át a BioWare, és egy olyan stúdióról beszélünk, ami, hogy is mondjam, az egyik legjobb a világon. Legalábbis számomra, lehet, hogy elfogult vagyok, de amióta én a Mass Effect sorozattal megismerkedtem, számomra a BioWare kiemelkedett a világ egyik legjobb fejlesztőjévé. Szóval, és íme itt az Anthem, és végre eljutottunk az E3-ra, és végre mutattak gameplayt belőle, nem csak ilyen cinematic bullshit trailereket, szóval láthattuk, hogy miről szól igazán, és mi az, amit némileg várhatunk tőle, azért túl sokat nem mutattak, és van egy olyan érzésem, hogy hogy is mondjam, még sok áll a játék előtt, mivel hogy a gameplay, amit mutattak, és az ilyen nesze semmi fogd meg jól, de mégis oly szinten nyálcsorgatós volt legalábbis számomra, hogy egyre kíváncsi vagyok, és ilyen overhype kezd alakulni nálam. Miért is van ez? Tehát nem tudom, hogy figyeltétek-e mostanában, volt egy olyan játék, egy ilyen MMO, az volt a címe, hogy Bless Online, és már el is nevezték, hogy Mass Online-nak, amit mindenki nagyon-nagyon várt. És hogy őszinte legyek, a gamer világ ki van éhezve egy jó MMO-ra. Nem azt mondom, hogy nincsenek oda ki jó MMO játékok, de nincs egy ilyen friss vérvonal, hogy őszinte legyek, és a Bless Online egy nagy pénzlehúzásnak bizonyult, és a Steam minden egyes vásárlást visszafizetett mindenkinek, nem számítva azt, hogy hány órát fektettél már a játékban, szóval, és olyan, és hatalmas szintű vásárlás volt erre a játékra, és érdeklődés, szóval, és mire gondoltam vérvonal frissítés alatt odakint, szóval, vannak az ilyen játékot, mint például legyen a WoW, vagy legyen a Black Desert Online, ami rengeteg hibával küzd, annak ellenére egy jó játék, és az egyik legjobb MMO-nak tartják, rengeteg hibával küzd. A WoW már több száz éves játék, már mindenki unja ebből a szempontból, macska körmök, mondjuk itt, ugye. A Black Desert Online egy olyan játék, ami kurva jó, de sok hibával rejt, és nem nagyon van neki endgame-je, továbbá nincs történetvezetése, tehát végtelenül játszunk. És ott van egy ilyen, hogy is mondjam, keverék, amiben vannak MMO elemek, a Warframe, ami amúgy egy fantasztikus játék, és most indul el igazán kinövekedésnek és potenciálnak. Azt hiszem, azt tudjátok, aki engem követett, a Warframe az valami. Amire elmondhatom, hogy Warframe egy ilyen kis különlegesség, egy ékszem ezek között a játékok között is. És vérfrissítés alatt azt értem igazán, hogy az Anthemben nem mágusok lesznek, nem goblinok lesznek, orkok meg, tündék meg, nem kínják, hanem futurisztikus, steampunk-szerű robotok, megszút, minden csom, ami így a fantáziában kimerül, és ez számomra, aki szereti az ilyen utopisztikus világot, a steampunk történeteket, a steampunk világot, de engem ez így kilóra megvett, amikor először láttam ezt a játékot. Lesz single player, lesz történet, ami számomra nagyon fontos egy játékban. Szóval ennyit az overhype-ról. Lássuk egy kicsit a gameplayt. Szóval olyan érzésem, hogy a BioWare nagyon sietve
rakott össze egy játszható demót és valamit, szóval nem sokat láttunk. Ebből láthattuk azt, hogy a világ, a grafika fantasztikus. Szóval le a kalappal, top notch, ott van a szerem, nem tudok már, tehát egyszerűen a Frostbite Engine odabaszós ebben a játékban, és gép legyen a talpán, ami ezt elfuttatja, de komolyan valószínűleg ez egy ilyen GTX 1080-as eset lesz ez a játék, hogy igazán full grafikával ki tud élvezni, mert szóval ez lehet a hátulütője neki, hogy egy gépigényes játék lesz, de négy fős kóp és a küldetések, az effektek, a grafika, minden nagyon-nagyon-nagyon rendben van. Szóval nagy szörnyek, nagy robotok, és egyszerűen le a kalappal az alapján, amit a rövid gameplayek alatt láthattunk. A problémák és félelmek jöjjenek most. Szóval DLC árak, lootboxok, ezekről semmit nem tudunk egyelőre, hogy milyen pénzkeresési lehetőség lesz rá, hogy milyen modell alatt, remélhetőleg, hogy inkább ilyen szolgáltatás alapú modellek lesznek. Nem tudni, hogy például milyen ilyen modolási lehetőségek lesznek a ruhákban, remélhetőleg erről későbbiekben kapunk némi információt. A játék csak 2019. februárjában fogna napvilágot látni. Szóval apróságok maradnak el. Az, hogy a taknyomnyálom csorog a gameplay láttán, az egy dolog, viszont a félelmek az, hogy hogyan fogják megoldani a technikai oldalát ennek a játékoknak, a játéknak, hogy hogyan lehet majd modolni ezeket a ruhákat, milyen hány és mennyi fegyver lesz, mert eddig egyelőre elég limitáltan mutatták be ezeket a dolgokat, lesznek-e rédek, milyen nagyok lesznek a pályák, mennyire lesznek változatosak az elemik, mennyire lesznek buták a botok, mennyire lesznek történetvezéreltek az apró kis küldetések azokban a világokban. Ezekről egyelőre nincs sok információ, illetve inkább nullához konvergál az információ. Szóval nagyon szép, amit láttunk, de nem szabad bedőlnünk, mivel hogy a játék sérüléseket szenvedett a fejlesztése során, és az EA-nek masszív beleszólása van ugye a pénzkeresési, gazdasági modelljébe a játéknak. Szóval meglátjuk, reméljük, hogy a közeljövőben sok-sok információ fog napvilágot látni, mi eme félelmeket, amit én itt például felsoroltam, számomra legalábbis félelmeket tisztázni fogja, hogy azt mondja, hogy hú, ez a játék nem egy Destiny 2 erőltetett pénzkeresési modell lesz. És hogy egy olyan játék lesz, mert érdemes fektetni, és érdemes videókat is csinálni, és érdemes játszani, szóval nagyon-nagyon, én tényleg kiéhezett vagyok egy jó MMO-szerű játékra a Warframe mellett, és a Destiny 2 mellett, ami hát, hogy is mondjam, remélhetőleg most vesz egy ilyen 180 fokos fordulatot, minimum, hanem egy 360 fokos fordulatot és egy minőségi anyagot hoznak ki, bár augusztus csaló oldala ugye a Destiny 2-nek, hogy a második évadot is meg kell vásárolni, ami majdnem egy teljes játéknyi árat kér el. Szóval meglátjuk. Anthem, én nagyon szorítok neked, remélem, hogy jó leszel, és nem kell csalódni benned, így is mondhatom, de ez a videó egyelőre ennyi, követjük a híreket az Anthemről, követjük a híreket az E3-ról, mindenképp, úgyhogy fognak jönni videók. Elsőre is, srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, Discord szerverünk, videó leírásában megtaláltok, bárki csatlakoztok, kérdések itt a videó komment szekcióban, illetve Facebookon. Három. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!